Start. Start, elindult a szilveszteri versenynap első futama, ez a Kincsen plusz Tuti Handicap 1800 méteres távon, 11-en a startnál, mind a 11-en jól jöttek el. A kezdő tempó a Strónörökös esetében volt a leggyorsabb, viszont van egy galoppozolónk méghozzá, Appalóza, futam egyik esélyese, nem kezdett volna rosszul, de galoppozik az első kanyarban, és hát ez most már több mint 40 méter, úgyhogy diszkvalifikálni fogják. Kallela BD Semekül kezdő van őt kívül, illetve most már Kedira az, aki egyértelműen dominál. Kedira, illetve mellette Kallela BD, Vaku MK kezdett szenzációsan a második sorból, ott van a falon, Vaku MK mögött Zita királyné és Remekű Jón Trónörökös, mögött pedig Urbán Legend tartja magát jól. Hát összességében a hibázó, a galoppozó, Appalóza kivételével együtt a mezőny, egy-két hosszal egyébként a boly mögött Zippy Boy, valamint White Plains színei látszanak. Egy lovat diszkvalifikáltak, tehát a favoritot, Appalózát, aki vezet, hiszen kierőltette a vezető pozíciót, az Kallela BD, mögötte ott láthatjuk Kedirát versenyezni, majd pedig Trónörökös, kívülbelül pedig Vaku MK, Urbán Legend követi őket Zita királynővel, aztán pedig ott van mellette Vezér jó helyzetben, Bambino, illetőleg White Plains, aki tulajdonképpen zárni látszik a mezőnyt. Akkor, amikor lassan az istálló egyenesbe érkeznek, továbbra is Kallela BD jár elől, aki gyorsított egyébként az addig Kedira által diktált tempón, úgyhogy egy kicsit felgyorsult maga a futam is, jobban átfutottak tűnik, majd harmadik pozícióban ketten fej-fej mellett Trónörökös versenyez kívülről, és ő próbál meg majd talán egy támadást megindítani. Közelítenek az utolsó kanyarhoz Kallela BD vezetésével, de Kedira visszatámad, és Kedira nagyon szépen elmegy mellette, Urbán Legendet pedig Juhász Balázs belelendíti, csak úgy, mint Trónörökös Horváth György. A első handicapjében Kedira nagyon-nagyon jól fut, de jön Trónörökös, és jön Urbán Legend óriási rössel, a háttérő pedig vezérszínei kezdenek kibontakozni. Urbán Legend Juhász Balázsal új trénerével egyértelműen a legerősebbnek tűnik az utolsó 300 méter kezdetén. Urbán Legend most már vezet, ott van mögötte Kedira, ott van Trónörökös, vezér hajrázik nagyon messziről, Zippyból érkezik, Urbán Legend előnye azonban legalább 5 hossz, és már csak 100 méter van hátra az utolsó métereken, Bambino is kibontakozik, de Urbán Legendet nem nagyon lehet most már megfogni, Urbán Legend meg fogja nyerni a első futamát, Urbán Legendi a Kincsen plusz Tuti Handicap, Urbán Legend mögött Bambino a második, harmadik helyen jön vezér, negyedik Trónörökös, ötödik Kedira, aztán Zippy Boy, White Plains, Vaku MK, Zita királyné, Kallela BD.